Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus elment hazúról és leült a tópartján. Hatalmas tömeg gyűlt össze, ezért beült egy csónakba, a tömeg pedig ott állt a parton. Ekkor példaveszédekben sok mindenre oktatta őket. Íme, kiment a magvető vetni. Amint vetett, némely szem az út szélére esett. Jöttek az ég madarai, és ezeket mind megették. Némely szem kövek közé esett, ahol nem volt elég termőföld. Ezek hamar kikeltek, hiszen nem volt mély a föld. Majd amikor a nap fölkelt és forron tűzött, kiégtek, mert nem volt gyökerük. Voltak szemek, amelyek töbisek közé estek, és amikor nőni kezdtek, a tövisek elfolytották őket. De a többi szem jó földbe hullott és termést hozott. Az egyik százszorosat, a másik 60 hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat. Akinek van füle, hallja meg. Ekkor oda mentek hozzá tanítványai és megkérdezték. Miért beszélsz hozzájuk példabeszédekben? Ő így válaszolt: Nektek adatot meg, hogy megismerjétek a mennyek országot, titkait, nekik ez nem adatot meg. Mert akinek van, annak még adnak, hogy még több legyen neki. De akinek nincs, attól még azt is elveszik, amilyen van. Azért beszélek hozzájuk példabeszédekben, hogy nézzenek, de ne lássanak, hallgassanak, de ne halljanak és ne értsenek és így beteljesedjék rajtuk Izajás próféta jövendölése. Halván hallotok, és mégsem értetek. Nézvén néztek, de mégsem láttok. Megkérgesedett ugyanis e népnek szíve. Fülükkel restül hallanak, szemüket behunják, hogy a szemükkel ne lássanak, fülükkel ne halljanak, és a szívükkel ne értsenek, s meg ne térjenek, hogy meggyógyítsam őket. De boldog a ti szemetek, mert lát, és boldog a ti fületek, mert hall. Bizony, mondom nektek, sok próféta és igaz vágyot látni, amit ti láttok, és nem látta. Vágyot hallani, amit ti hallotok, és nem hallotta. Hallgassátok meg hát a magvetőről szóló példabeszédet. Akik hallgatják a mennyek országáról szóló tanítást, és nem értik meg, azokhoz eljön a gonosz, és elragadja mindazt, amit a szívükbe vetettek. Ez az, ami az útszére esett. A kövek közé hullott mag pedig az, aki meghallgatja ugyan a tanítást, és szívesen be is fogadja, de az nem ver benne gyökeret, csak ideig, óráig él. Amikor a tanítás miatt szorongatás, üldözés éri, csak hamar eltántorodik. A tövisek közé esett mag az, aki meghallgatja a tanítást, de a világi gondok és a csalóka vagyon elfolytja azt benne, és egy gyümölcs nélkül marad. Végül a jó jóföldbe hullott mag az, aki meghallgatja, megszívleli a tanítást, és jó termést is hoz. Az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat. Ezek az evangélium igéi. Az évközi idő 15. vasárnapjára rendelt szentírási szakaszok, sőt egyáltalán maguk a mise szövegek is rendkívül gazdagok. Nagyon népszerű és nagyon szép szentírási szakaszokat válogatott össze a szent redaktőr, a szent szerkesztő erre a napra. Szószékek melvédjéről, jól ismert jelenetek. A Szentírás talán egyik legnépszerűbb jelenete cseng vissza ezen a napon a magvető példázatában vele gyönyörűen cseng össze Izajás profétának, ugyancsak költői szépségű szavai, amik az Isten igényének hatékonyságáról azt az esőhöz hasonlítva beszélnek, és gyönyörűen fogja a csokorba a Szent Mise bevezető nagy könyörgése, a kollekta központi kérése a szentírási üzeneteket. Azért könyörgünk a mai nap az Istenhez, hogy adja meg híveinek azt, hogy elutasíthassák mindazt, ami a keresztény névvel ellenkezik, de vállalhassuk mindazt, ami méltó hozzá. Azt hiszem, hogy tulajdonképpen valahol az életünknek és valahol a kereszténységünknek egy döntő és központi problematikájára tapintunk rá akkor, amikor ezt kérjük az Istentől. Hiszen semmi mást nem kérünk tőle, csak az önálló, a felelős, a minden külső befolyástól mentes, világos és értelmes, Szabad döntés luxusát. Valahol az emberek egy jó része nagyon szívesen határolódik el a problémáktól, csak ne kelljen dönteni ismerünk nyilván olyan testvéreket, szép számmal vannak köztünk is, akik örömmel toporognak egy helyben, tördelik a kezeiket, és képtelenek világosan át vagy bét mondani, nem szívesen döntenek. Míg nyilván az emberek egy másik része valahol a saját szabadság jogaikba mélyen beleágyazva két kézzel kapnak a szabad döntés luxusa után. Tulajdonképpen az ügy arról szól, hogy abban a pillanatban, ahogy világosan döntök, jól látnom kell azt, hogy a döntésem mindig pro és mindig kontra értelmezendő. Nyilván sokkal könnyebb azt észrevenni, hogy miért, hogy kiért, hogy milyen pozitív céllal hozom meg az adott döntést, mit szolgálok vele. De nem szabad elfelejteni azt sem, hogy abban a pillanatban, ahogy döntök, ahogy elköteleződöm valaki vagy valami mellett, nyilván a döntésemmel, óhatatlanul, ezzel egyidejűleg elhatárolódom. Valami az előzőekkel döntően ellentétes től, hogy nyilván határokat szabok, hogy távolságot tartok, hogy eltávolodom mindattól, amit pozitívnak gondolok. Talán ez is mögött a bujkál a döntésképtelenségünknek. Manapság akkor, amikor a relatív erkölcsiség korát éljük, amikor minden jó csak attól függ, hogy honnan nézem, amikor kínosan ügyesen igyekszünk lavírozni, amikor elképesztően tapintatosak akarunk lenni, hogy senki kis magánigasságát meg ne sértsük, hogy véletlen senkinek a nagylábújára a tyúk szemére ne lépjünk, akkor bizony nagyon nehéz ezeknek az elvágólagos, ezeknek a nagyon világos és nagyon egyértelmű döntéseknek az útját járni. Márpedig Krisztus a szeretet egészségességében minden volt, de nem a tapintat bajnoka. Ő nem akart kiméletes lenni, de egyenes, sokkal inkább. Nagyon nehéz ennek az útját járni, és felvállalni a döntéseinket, azokat a döntéseket, amik sajátos módon keresztény produktivitásra kell, hogy indítsanak bennünket. Gyönyörűen beszél Izajás az Isten igényének a hatékonyságáról, akkor, amikor az esőhöz hasonlítja, és azt mondja, hogy nem tér vissza eredménytelenül hozzám. És olyan szépen csengezzel egybe, Máté evangéliumában az Isten országáról szóló beszéd sorozatnak a bevezető része a magvetőről szóló rész. Nagyon világosan, nagyon egyértelműen fogalmazza az Úr, sőt, még a tanítványok kérésére meg is magyarázza azt. Nyilván valahol a mi dolgunk nem az, hogy a döntéseink fényében öncélú módon csak a saját javunkat, a saját üdvösségünket szolgáljuk. A talentumainkat, a tehetségeinket nem azért kaptuk. Az Isten nem azért talpalta meg olyan gazdagon, mindegyikünk életét, helyezettel benne annyi potenciált, annyi lehetőséget, hogy mindezt csupán megőrizzük, hanem hogy valóban teljességre vigyük, hogy termést hozzunk, hogy valóban ne csak önmagunk, hanem mások javát is szolgáljuk, ezzel futva be, ezzel teljesítve be a sajátos keresztény életpályánkat.